még bombás sem van. Jó, a kiküldött napirendi pontok kapcsán. Ja, igen, a két jegyzőkönyvviselését kérem, szavazza meg a testület. Egy hangulat azt elfogadta. A kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek valamilyen egyéb kérdése? Ha nincs, akkor kérem, fogadja a testet. Jó. Egy hangulat. Jelezem, hogy lakosság részéről megjelent Barta Dénes úr is jelezte, hogy szeretne majd az egyedek napirendi pontban feltenni pár kérdést. Nem tudom, hogy ezt ugye el tudjuk fogadni. Igen. Jó. Akkor megyünk végig a napirendi pontokon. Az első napirendi pont a vészhelyzet, tessék? Ja, lejárt határidejű, bocsánat, igen, a lejárt határidejű döntésekről, amit küldtünk, határozatoknak a végrehajtásáról. Kell, van-e valakinek erről valamilyen kérdése, hozzászólása? Ha nem, akkor kérem, hogy a testület ezt fogadja el. Aki ezzel egyetért, egy elfogadja. Egy hangulag a testület elfogadta, és akkor jön az egyes napirendi pont, tájékoztatás a vészhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről. Istennek nem túl sokat kellett hozni, kiküldésre került a minden testületi tag részére. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérem, hogy a testület fogadja el ezt a jelentést, amennyiben egyetért a testület fel, kérem, akkor jelezze. Egy hangulat a testület elfogadta. Kettes napirendi pont, beszámolva a belső ellenőrzés 2019 évi tapasztalatiról, belső ellenőrzési vezető nyilatkozatot. Átadom a szót jegyzőasszonynak. Kiegészítést megtettem, azt mindenkit hallgatta. Azt gondolom, hogy írásban elég érzetes beszámolat kaptunk a belső ellenőrtől. Leírta, hogy mik azok a témák, amiket vizsgált, milyen megállapításokat tett és milyen intézkedési javaslatokat fogalmazott meg. Mi ezeknek eleget tettük, illetve van két nyilatkozat, az egyik, amelyet én, mint a hivatalvezetője, a másik, amit a polgármester úr tesz a belső ellenőrzési kontrollrendszer tavalyi évi kialakítására. Ezt a két nyilatkozatot az esetületnek el kell fogadnia. Jó, kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés a testületnek? Van-e bármiféle? Nincs, akkor javaslom, hogy a testület ezt... Tehát akkor ez két határozat javaslom. Az egyik, hogy a 2019 évi belső ellenőrzési munkáról szóló beszámolót elfogadja a testület. Amennyiben elfogadja, akkor kérem jelezze. Négy igen. Tartózkodott. És akkor nem... Hát három tartózkodás is nem szavazat nem volt, jó? És a következő határozat javaslat az a... belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot megismertek, melyek tartalmát elfogadja. Aki ezzel egyetért, azt kérem, igen, ellenem tartózkodott. Négy igen, három tartózkodás. Jó. A más egyéb ebben a napirendi ponthoz ez más, mint csak senki viszont nincs, jó. Hármas a önkormányzat 2019 évi zárszámolási rendeletének és pénzmaradványának elfogadása. Itt jelzés érkezett a képviselő tagok részéről, hogy ebben a napirendi pontban név szerinti szavazást szeretnének kérni a testületi tagok részéről. Mennyi az Kriszta, Szilvági Gábor és Kocsis Maria kérte ezt.
nem tudom, hogy ennél kellene külön döntést hozunk, nézze azt, hogy vagy ez. A negyed, már nem viszik az eszem, a negyedre kérje akkor igen, képviselők negyedre. Én azért kérdezem, hogy az eszem tudja kell, akkor én nem, nekem nem okoz gondot név szerint gond, szavazni. Kérdezem, Ani, név szerinti szavazás neked működőképes. Jenő, Olivier, jó, akkor még két ilyen napi rendig mond van, az önkormányzat ingatlanok értékesítésén és az adókoncepciónál, tehát majd ezeknél ott visszatérünk. Tehát itt amennyiben a pénzügyi bizottság részéről elhangzik egy pár mondat, mert ugye ezt tárgyalta a pénzügyi bizottság, utána én is hozzáteszem a magam gondolatait, akkor utána ugye tesszük a dolgunkat. Nem tudom. Én a bizottságon elhangzottnak pontulán kívánok hozzászólni. Jó, tehát gyakorlatilag a kiküldések előtt a 2019 évi zárszámolási rendelet és pénzmaradvány leírásra került minden olyan kiküldések előtt minden olyan anyag, ami a 2019 év lezárásaként szükséges. Ezzel kapcsolatban akkor el kell fogadnunk. Név szerinti szavazás lenne akkor két olyan rendelet van. Bocsánat, csak egy kicsit lelassultam, mint amit segítettek. Igen. Itt van látom, csak a melléklet itt van. Jó, felmegyek. Viszont lassan megy, és mindjárt olvasom. A rendeletet egyben is. Tehát a 2019-i zászlós rendelet, tehát aki elfogadja egy név szerinti szavazásban így van. Akkor elvégzés során elmondom a képviselőt nevét. Jó. Gyorsan. Hát ott van, ugye. Igen. Kocsis Magyarna. Nem. Magyarsz Krisztina. Nem. Milyen kocsis? Igen. Jó. Kérdezem, ez a napi rendi ponthoz van-e még valakinek valamilyen hozzáfűzni valója? Kérdése? Nincs? Akkor tovább mennénk. Köszönöm. A következik a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Jegyző asszony itt kiküldött szintén egy anyagot. Azok a módosítások, átvezetések kerültek, ami eredetileg ugye elfogadásra kerültek, és erről kell dönteni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Na figyeljenek, hogy valaki jelentkezik. Ugye én tudom, hogy előre ezt, mert ugye valami, mondjad el, milyen volt,
Nem stimmel? Tehát akkor nem kaptam visszajelzést? Nem, az nem előterjesztés. Oké. Okay. Meg kell nézni az SMS-ben, az előterjesztést 5 nappal előbb be kellett volna küldeni a jegyzőasszonynak, aki törvényességi szempontból felülvizsgálja, és azt követően lehetett volna képviselő felé továbbítani. Akkor lehetne előterjesztés, okay. Az maximum módosító javaslat. Oké. Okay. Tévesztettem, elnézést kérek ezért. Mindenkit összeállítom. Jó, tehát gyakorlatilag ugye az a rendelet, ami most ki lett küldve, az az előző tárgyalt és átdolgozott. Ehhez érkezett még utólagosan számomra a részedről egy dolog. Tehát én nekem most az a javaslatom, hogy az eredeti elfogadása történjen meg, és az a módosítás kérés, az egy módosító javaslatként a következő testület ülésen. Nem, ez most feltolható lenne. Két pontban tett módosítást a Gábor. Az egyik az gyakorlatilag egy elírás. Köszönjük szépen a hibát. Tehát egy pontosítás, amit kívül van belül. A másik javaslatoddal kapcsolatban viszont hát a probléma van, mert ugye az invazív fajok listáját az kormányrendelet határozza meg. Attól egy önkormányzati rendelet nem térhet el. Ugye a jogszabályi hierarchia miatt nem mondhatunk ellen. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy azok a fajok nem megfelelőek, és mi mást állapítunk meg, vagy mondjuk a bizottság mást állapít meg. Tehát nem igazán, egyébként nem is értem, hogy mi volt a célod, tehát azt hogyha tudnád indokolni ezt a módosító javaslatot. Oké. Jó, akkor ezt kicsit félreértettem, hogy ettől nem térhetünk el, akkor rendben. Tehát, hogy akkor azt emeljük bele. Úgy is szólt a szakhatóság, hogy azt mondta az álláspontja, hogy azon két rendelet, ami ugye ezzel foglalkozik, ezt megállapítja, annak a mintájára. És a mintája az azt jelenti, hogy ugye volt kétféle táblázat, azokból vagy minden fajt beírunk, vagy pedig Azt hiszem, hogy ez a bokrokat nem írtuk bele, csak kizárólag a fákat írtuk, a bokrok kimaradtak, mert úgy gondoltuk, hogy az már túl szabályozása lenne a dolgoknak, de ahhoz képest más a fajtát például nem határozhatunk meg. Uh-huh. Viszont akkor ez... Viszont a bokrok nélkül... Jó, ezt így meg fogom nézni, mert esetleg... És az önkormányzat javasol, hát tehetünk benne egy olyan mellékletet, hogy mi az, amit az önkormányzat javasol? Vagy nem javasol, és akkor nem ragaszkodunk. Ez nem tilos, de javaslat. Igen, tehát hogy csak egy ajánlás. Arra, hogy mondd, hogy mit szeretnél. Mert ezt nem érjük, tehát hogy szeretnél valami olyant, ami benne van, és nem akarod, hogy az benne legyen, vagy szeretnél csak olyan... Csak egy konkrétum példával, és lehet, hogy meg fognak ennyit kövezni. Ugyan, az a probléma lesz komposztálásnál. Tehát, hogy nem biztos, hogy benne szerepel a mellékletben, viszont egyébként lehet, hogy mi írhatnánk egy ajánlást, hogy jobb volna nem tudják ültetni, mert nem tudom én mást. Mert hogy problémát fog jelenti, nem lehet most már égetni, vagy nem lehet majd, és szóval... Ezt az akutik kikerülni, hogy amikor előírunk falültetést, akkor a 10x12-es méretet írjuk elő. Na most én nem hiszem, hogy valaki 10x12-es méretű tuját vásárolna. Tehát, hogy... Oké. Okay. Jó, akkor hogy lesz méretés. Tudom kell be kapcsolatni, tehát a gyakorlatilag az az eredeti kifüldött. Szerintem az a javítás. Az a javítás, az a korrekció. Ötször átolvastuk a mondatot. Nem, mert elolvastuk ötször. Igen. De tényleg ezt kell, mert akkor nem gondolom, hogy sokszor olvassam az eszközöket. Nem, mert három eszközöket mondanak három részből. Igen, és ugye azt sem érted, hogy írjuk elő a dolgot, mert ahogy a szakhatóság nekünk javasolta, azt nekünk úgy kell beleépíteni a jogszabályba, hogy ez végrehajtható legyen. Tehát a határozatban azt úgy tudjam átemelni, hogy az a számunk érhető.
Még eszembe jutott az érintéssel kapcsolatban, hogy akkor azt kell most tennie majd a hivatalnak, hogy a helyi rendeletet azt akkor meg fogja szüntetni, ami valakozik a határon kívül fog egyébként helyezni, vagy ezzel csak most... Nem az egész rendeletet. Nem, azért, hogy az érintése vonatkozik. Tehát, hogy akkor... Ez születik majd a határon kívül helyezőre, de érkezett rész. Igen. Jó. Mert tájékoztatom, és utána most el kell fogadnunk a rendeletet. Hát akkor a kiküldött és az a fajta módosítás, ami jelzésre jött, az átvezetés, akkor rendeletet elfogadja a testület. Egy hangulag, köszönöm, akkor a testületet. Jól láttam, hogy egy hangulag. Igen. Igen, köszönöm. Jó, a következő a második negyed éves adónevételekről jegyző azt. Számomra ugye van, akiket beszélni, igazából egészen hasonló a tavalyi bevételekhez, az idei adóbevételek. Ugye vírushelyzet miatt nem hajtottunk végre, tehát végrehajtásból nem folytak be adóbevételek, de fizetési felszólításokat küldtünk ki májusban, és annak hatása is volt, mert azért jött be belőle van egy kérdés a jegyzőasszony felé. Ha nincs, akkor kérem, akkor ezt fogadjuk el. Ha kérdezi, akkor kérem, egy hangulat, akkor ezt a... Bocsánat. Nem. A önkormányzat ingatlanok van, értékes is, és az adó koncepció. Jó, figyelek. Jó, tehát akkor ezen a napjelenet ponton túléltetünk, ugye? Igen. Jó, akkor jön a következő. A önkormányzati ingatlanok értékesítése. Ugye a meghirdetett ingatlanok kapcsán egy ingatlanra érkezett vételi ajánlat. Ezt ugye ez is kiküldése került, a többi ingatlan díjam az ugye testületi döntéstől függően további értékesítése vár. Ezzel kapcsolatban ugye egy megismételt eljárásnak, tehát testületi döntésnek kell lenni, hogy újra és újra meg tudjuk hirdetni ezeket az ingatlanoknak az eladását. És ezzel kapcsolatban érkezett a egy észrevétel felületet is, ugye? Mi azt szeretnénk javasolni, hogyha ennek nincs akadálya, hogy az értékesítés meghirdetése mellett esetleg egy szolgáltatási pályázatot is írjunk ki ezzel párhuzamosan, ami hogyha nem érkezik, vagy nem nagyon érkezik vételi ajánlat, vagy esetleg valamilyen turisztik, most hogy jön ide a sok beteg, és fellendülhet a menesztők. Tehát, hogy esetleg egy ilyen típusú hasznosítási pályázatot is próbáljunk megelégíteni. Párhuzamosan. Igen. Nem látom esetben akadályt, ezt még kell dolgozni azért. Csak én azt szépen, akkor nekem az lenne a kérdésem, hogy most mondom, holnap után tudja, hogy elindulhassanak a hirdetések, és mellette ez a kidolgozás. Szerintem írtuk is, hogy párhuzamosan, tehát... No, csak egy pályázati kidolgozás, ez kell egy kis idő, a felhirdetés meg gyakorlatilag egy folyamatos történet tudna lenni, mert jelzem azt, hogy volt pont a mai nap folyamán, még kérdezték, rákérdeztek a Róka utcai hatalra, hogy esetleg kiírjuk-e újra. Azt mondjuk, nem is gondolnánk. Jó, én csak azért mondom, de ez egy fontos tárgy, hogy a testület egyetért vele, hogy a további értékesítési lehetőség megjön. Ezzel párhuzamosan egy kvázi valamilyen hasznosítási pályázatot találjuk. Turisztikai vendégre. Szerintem ilyen turisztikai vendégre, tehát amit írtunk, próbáljuk. Akkor két döntés lenne, és mind a kettő legyen az, hogy akkor
név szerinti szavazásra, mert ugye ez volt a kérdés, igen. Az egyik lenne az arról szól, hogy tovább hirdetjük az ingatlanokat, és ehhez a napi rendi ponthoz kapcsolatban születik egy következő, amelyben megbízzák a polgármestert, hogy egy hasznosítási pályázat kidolgozása induljon el. Ez így megfelelő? Igen. Jegyző asszony. És ugyanebben a napirendi pontban volt még az óvodaértékesítésről szó. Igen. Tehát ebben a napirendben akkor... Jó, bocsánat, igen, a legfontosabb. 4 szavazást kérünk szépen ebben a napirendben. Kérdés, hogy minden évnek név szerint irány kell lenni. Tehát a hasznosítási pályázatokat szeretnénk. A hoznám, nem? Persze. Akkor melyik? Tehát akkor az értékesítés mindjárt elfogadó. A polgára és az Adi Endre utcára jött. Ugye az Adi Endre utcára jött. Igen, igen. Tehát az épület, nem. Tehát jó, de olyan épületre, amire nem érkezett vételi szándék. De az nem is volt már kérdött, hogy a szerűség. Ja, de ez olyan jó, de ez már megérkezett. Nem, igen, a polgára, amire nem érkezett. Hogy nektek a polgára volt és a régi rendelő. Melyik sorban lincses, akkor ebből nem tekérhetsz a könyvben. Akkor maradjunk először, ami a kollárház hasznosításán, nagyon már akkor úgy is azt tettem el, akkor ott a név szerint olvasom. A neveket, Bormán Sérnő. Igen. Kajos Lászlóni, Tartos Hörnő. Kocsis Magyarna. Igen. Magyarsz Krisztina. Igen. Német Miklós. Igen. Szent a Völgyő. Igen. Szépen Igárd. Igen. Jó. Tehát akkor ebben a ötös napirendi pontban a kollárház kapcsán öt igen. Jó, egyiket nézzük, hat igen, és egy tartózkodással elfogadta a testület, hogy egy pályázati, turisztikai, hasznosítási pályázatnak a kívánsága. Nem, nem. Hasznosítani. Bocsánat. Csak a jegyzőkön. Igen. Tehát akkor még egyszer hat igen, egy tartózkodással. Ez benne van akkor. Következő. A következőkre már nem kell akkor név szerinti szavazásokat? Nem. Jó. Akkor mondott én. Akkor a kollárház, tehát a mindig 8 értékesítésére való további pályázati felhívás. Ha egyetért fel a testület, akkor kérem elhelyezze. Igen, tehát itt a további értékesítése megkérdezése. Aki egyetért fel, nem, tartózkodott, tehát gyakorlatilag 6 igen, egy tartózkodás. A következő lenne a Rokka utca ingatlannak az értékesítése, aki ezzel egyetért kérem jelezze. A Rokka utca ingatlan értékesítése. 7 igen szavazatlan testület. Megszavaztam. Kossuth 14 régi jogod a értékesítés. Nem a Kossuth 8? 14. Kossuth 14 az adat. Óvoda, igen, na oké. Tehát arra jött, elmondott, hogy ezek kell. A régi jogodának a pályázati felhívására egy darab pályázat érkezett a Matejzőben. Ki is küldtem, hogy emlékszem a pályázatot, hogy láthattátok. A kiírásnak megfelel, minden szükséges adatot tartalmaz, az ár az a
induló licitár fölötti, tehát tulajdonképpen ez egy érvényes ajánlat. Pályázati biztosítékot az úr kifizette, megtekintette többször az ingatlant. Igazából nagyon ennél többet nem tudok mondani. Testületnek kell döntenie, hogy értékesíteni kívánja a pályázatot. Akkor többé a költségvetési szempontból is, illetve az ingatlan jelenlegi állapotából is adott, hogy javaslom a testületnek azt, hogy ezt elfogadja, hiszen régóta volt már, többször nem volt hirdetve, lehetőség lett volna arra, hogy most van egy elvevő is, tehát akkor kell én gondolom eladni, amikor elvevő is van, ha egyetért fel a testület, ezért aki egyetért azzal, hogy az ingatlan fejelkezett vételi ajánlat alapján eladásra kerül az ingatlan, azt kérem igennel jelentem, hogy készletétre jelzek, aki egyetért, négy ellene tartózkodott, tehát akkor négy igen, három tartózkodással. Itt még ugye tudni kell, hogy ilyenkor nekem kiengedni nyilatkozatot kell, hogy kérnünk a magyar állam felől. Ez az ingatlanunk. Ezzel a mérendi pontnak a keretben, akkor mérendi pontnak a kapcsolatban, most még valakinek van valamilyen kérdése? Nem? Ki? Miért összön? Nincs, akkor tovább érjenek fogni, mert akkor a 7-es nap mérendi pontunk az adott koncepció. Előzetesen a pénzügyi bizottság tárgyalta a beterjesztett adott koncepciót. Szerintem mindenki végig hallgatta, még egyszer nem terjedem a tiszteletes külete. Igazából arra szeretném akkor továbbra is a figyelmet felhívni, hogy egyfelől nézzem utána a bizottság ülésen elhangzott alapján a hivatal, hogy milyen módon képzelhetővel tudod adatteret és önkormányzata a területén ingatlanokról információt kapjon. Másfelől javasoltunk egy rendkívüli ülés összehívásával a céljából, hogy az eredeti koncepcióban szereplő adó mértékeknek tőle eltérő különböző variációk kerüljön egy bemutatásra és lehessen róla dönteni. Köszönöm szépen. Volt ugye a pénzügyizottság ülésnek volt egy ilyen döntése, ami arról szólt, hogy a általunk beterjesztett koncepciónak az átdolgozása, számszaki átdolgozása történjen meg különböző formában. Ennek a átdolgozása kerülne vissza majd a pénzügyi bizottság, illetve a testület elé. Ezt kell, erre született javaslat, én ezt a javaslatot ilyen módon támogatom, hogy ezt a számszaki átdolgozást megtesszük, és beterjesztjük a bizottság és testület felé. Így szintén egy név szerinti szavazást kért a testület egy része, úgyhogy jelezze azt, hogy akkor ezt megint így kellene kérni. Kérdezünk, hogy név szerint, most megjegyezzük szerint, ami jelen az első. Igen, elfogadom. Kajos Márci. Igen. Kocsis Marianna. Igen. Ez Krisztina? Igen. Német Tiktor? Igen. Szente Olivier? Igen. Szilvánkiától? Igen. Akkor megállítom a testület 7 igen szavazattal az adott koncepcióval kapcsolatos átdolgozást ilyen fogadta is a következő bizottság és testületi üléshez be fogjuk terjeszteni.
Jó. Még egyen együtt. Akkor tovább jöttünk. Köszönöm, köszönöm, hogy nem fogtok kezdeni. Egy nagyon rövid kérdésem, hogy közben gondolkoztatok rajta, hogy mit forrát tudjuk ezt a... Egyáltalán gondolkoztam. Mit forrát? Őszinte vagyok. De mindig gyorsabb. Jó, tehát, hogy nyugodtan, mint mielőtt elmentek szabadságot. Jó, köszönjük. Azt mondja, hogy... 80-as, ugye? Beszámoló polgármesteri hivatal 2019 évi munkájáról. Minden évben egyszer kell beszámolni a képviselőtestület felé a hivatal egész évi munkájáról. Itt ügytípusokként, ügycsoportként igyekeztünk adatokkal is mérni azt, hogy tulajdonképpen mik azok az ügyek, amikben eljárunk, illetve amikben döntés születik. Elég részletes, azt gondolom, kollégák jól összeállították. Pályázati anyagok is elég részletesen vannak benne. Ha esetleg valami kérdés van, akkor szívesen válaszolok, szóval kiegészíteni ezt már nem kívánom. Kérdezem, hogy van egy kérdés a testületi tagoknak. Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadják el az ország által lejöttakat. Egyetek a testület, egy hangulat. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a főépítési tájékoztató, amelyik kiküldések előtt egy rövid összefoglalva az elmúlt időszak munkájáról, nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e kérdése a testületnek? Azt szeretném megkérdezni egyedül, tényleg abszolút részletkérdés, hogy mennyire veszik igénybe a főintéznek ezt a szervektől való ütlelés? Sokan mennek át tanított fogva. Inkább átmennek. Hát mennek, ugye gyakorlatilag is jött a főintéz, azt mondja, hogy ők vagyják, igen. Tehát gyakorlatilag ez egy folyamatos. Van, mikor... Tehát hogy egyáltalán szokhatja ide kérni délután, vagy inkább elmennek. Mindig, mivel telefonon egyeztek sokszor, még nem csak a szerdai nap, hanem máskor is, de volt olyan, hogy a mi kérdésünkre, hogy a természetesen, hogy átjön meg át, ami amikor van a jegyző, azt mondja, hogy nekünk is egy kérdésünk, akkor jön és ez így működik. Rendszer, teljesen rendben. Hát ez azért jó, mert gyakorlatilag ugye minden félpályán kell fizetni ezt a szolgáltatást. Köszönöm. Akkor ha elfogadja ezt a beszámolót a testület, akkor külön jelezzem. Egyhangulag a testület elfogadta. Következő. A döntés a barangoló óvda iparartás, illetve az áramtartás idejéről. Az előző megadott, tehát mikor befogadtuk, hogy milyen nyitvatartási mennyi lesz az óvodának, hogy egy kicsit a koronavírus helyzet átírta. És egyeztettem a jegyzőasszonnyal, a vezetőóvónővel, hogy ugye lehetőség szerint egész nyárban nyitvatartás legyen az óvodában, de viszont van egy olyan időszak, amikor a kötelező kártevőítást meg kell tenni. A lehető legrövidebb időszakot választottuk, ez az augusztus 20-ai hét, amikor ugye így is elvisz két napot a hétköznapból, tehát az az időszak lesz, és arra kell mondani testületet, hogy abban az időszakban teszünk meg azt a kártevőmentesítést, ami ilyenkor a kötelezően előírt a intézmény működésével. Tehát ez lenne az a szabadságos időszak, amikor elmennek. Amúgy ugye a vírus időszak alatt mind az óvónők, mind a dadák folyamatosan vették ki a szabadságukat, ezért gyakorlatilag a szabadság idejük is erősen korlátozott, tehát ennél hosszabb idő nem is nagyon férne bele ahhoz, hogy a folyamatos gyerekfelügyelet meg legyen. Ha egyetért vele a testület, akkor kérem támogassa, akkor egyhangulag a testület ezt megtette.
tájékoztató a megyei hasonló építési aktuális helyzetéről. Majdnem folyamán beszéltem az építővel, a műszaki ellenőrrel, a jelenlegi állapotban jól haladnak a munkálatok, annak ellenére, hogy még egy kicsit a tervekkel, a csillagtér áttervezésénél a vízjogi engedély már megvan, csak az egyéb műszaki rajzokra van szükség ahhoz, hogy azokat elfogadják a szakhatóságok. Tehát lehet látni, a két köztes szakasz az már most már felköltés alatt van, illetve jövő hét folyamától az úgynevezett szemenköltés és talajstabilizációt elkezdik. Ennek egy rövid szakasza lesz első körben körülbelül egy olyan 15-20 méter. Ezután ki fog jönni és mintavételt fognak csinálni, tehát a megfelelő tömörség, szilárdság, most aki fizikus meg útépítő, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, vagy ezt meg fogják tenni, amennyiben az altalai és az összekevert cement anyag meg mindenféle emózió megfelelő, akkor ugye azzal végig fogják húzni most már szinte a Galamb utcáig levő, nem, de igen, Galamb utcáig levő szakaszt, kihagyva a csillagtér közti részt, és ezután jön rá egy zúzott kő rész, és azután kapja meg majd az első aszfalt réteget, és a végleges ugyan záró aszfaltot, a kopó réteget, azt egyben fogják végig behúzni az egész felületbe. Volt egy-két olyan pont, ahol visszabontást kértünk, azt meg is történt. Most is volt egy olyan pont, amit a mai nap bejárásán jeleztük a kivitelező felé, hogy szerintünk ez nem így kellene, hogy történjen. Ezt ugye meg is fogja tenni a műszaki ellenőr is. És ha minden jól megy, akkor nyár végéig ez a be tud záródni ez az egész történet. Ebben lesz sajnos egy olyan két és fél három hetes időszak, amikor teljes korlátozása lesz az útnak. Amikor ez az ilyen cementkötésűnek van egy ilyen 10-14 napos időszak, amikor tényleg kérnünk kell a lakókat, hogy ezt tegyék el, és azért, hogy ne csak a gondokról beszéljek, hanem gyalog megközelíteni. Hát azt teherautóval nem kellene, mert így is gyakorlatilag az az engedmény, hogy be tudnak menni, okozott már egy-két olyan szegély kifordulást, meg egyenlet, amit nem kéne, de alapjában véve szerintem jó áll, tehát helyre tudják tenni a dolgot. Most a lakosság részéről is megnyomással látják, hogy halad a dolog, így, hogy ez rendben van, és a végén is mondjak egy jó hírt, hogy a vírushelyzet alatt is tudtunk egy kis pénzügyi helyzetet teremteni, úgyhogy kaptunk 22 millió 400 ezer forint kiegészítő támogatást. Varga Mihály úr levelét megkaptuk, így van, illetve még az államkincstár részéről nem jött meg, de az a hivatalos értesítő az államkincstár részéről ez megérkezett, és ezt megmondom őszintén, ennek nagyon örülünk, mert ez borzasztóan kellett, de még így is ugye megvan a megfelelő feszültség, hogy ez már csak 52 millió hiányzik, lefordítom. Így van, de alapjából véve így van. És keresünk a további megoldást, a megfelelő kapcsolatokkal kértük, hogy de ez hogy a hiányzik, költségvetési. Jó, de hát az megvan, csak nem érkezett meg. Hát van ne, most le fogunk még hívni pénzt, tehát alapjából a költségvetésnek van egy hiánya. Az ingatlan értékesítés összege, az ami a hiányzó része. Tehát gyakorlatilag ahogy a zitomikorra várhatjuk a következő számát, ebben sem nincs a... Igen. Hát ahogy a módosító terveket megkapjuk, mert ugye a kivitelező a számáját, azt már a módosító tervek alapján állítja ki. Tehát a hosszervény változások meg a... 30% tárolnak a számát, hogy most van körülbelül kész, ahogy megkapjuk a mennyéktől a módosító terveket, mert ugye az a számára megítani, akkor egyből tudja a számáját. Augusztus végéig kell neki elérni a 75%-ot, most meghosszabbítottuk a támogatási szerződést november 30-ig, hogy biztosan kész legyen. Volt egy ilyen lehetőség, az első beszámoló az augusztus 31-ig kell kifizetni neki a 75%-ot, utána november 30-ig kell bezárni az egészet.
De azt mondta, hogy nyári végig szeretném ügyet csinálni. Talán működve semmi időjárás. A csillagfélnek a mit, tehát hogy oké hozzá, amiből mi volna válható, hogy az a történik valami lényeges döntés, hogy... Gyakorlatilag, hogy nekik a szakhatósági egyeztetést kell végre van. Csak az van. Tehát megjött a vízjogi létesítési engedély, tehát ugye ott az árkoknak a kialakítása megváltozik. Ezek már mind megvannak. De hát a vízjogi egy dolog, még van a közutas, meg a... Most meg kell felsorolni, hogy van egy jó pályázat. Ne, jó, tehát alapvetően nincs a pályázat oldaláról, nincs ellenvetés, csak és kizárólag a szakhatóság. A változtatásokkal kapcsolatos dolgokban az itt a folyamatosan kapcsolatot tart a pályázatóval, tehát mondjuk a pályázatíróval, bocsánat, a pályázatíróval, mert ezeknek az átvezetését ugye meg kell tenni. Tehát ugye megkértük a változáskérelmet, a változáskérelmet, a számait át kell vezetni, és a változás számot viszont a tervezők tudják megadni. Tehát, hogy miben, hol, mi változik. Teljesen kész tervek, ami alapján az indikátorokat, hogy az utca hossza, tehát a számítása most a csillagtér miatt, tehát itt konkrét számok kellenek már ahhoz, hogy a támogatási szerződésben lévő indikátor számokat mondosítani tudja. De előzetesen kértünk hozzájárulást, azzal kapcsolatban, hogy azért tényleges rajzokat, tényleges számokat küldjük be, hogy ezt már most a tervezőktől. Ha ez megvan, akkor már csak meg kell tenni. Jó. Hogy a korlátozás idején az jóval előtte, ugye? Tudatjátok az ott napokat. És sőt, ez egy teljesen különleges szöveg, ezt mindenkinek meg fogunk menni. Tehát ezt most kértem, kimondott a kivitelezőtől, hogy szakmai nagyságot írja le, hogy mit, miért, miért nem lehet autóval oda menni, miért nem lehet bemenni. Most is volt egy kisebb probléma, mert a szemétszállításra is volt nehézség. Tehát gyakorlatilag, ami szerintem még fontos lesz, azt meg fogjuk tenni, az elkerülő alternatív útvonalakat be fogjuk tenni egy ilyen térképen is lássák mindenkinek. Amik ott vannak, most elég nagy gépjármű forgalommal megteher autók, nekem mellék utakon, ott tervezünk valamit, hogy ezeket úgy szintet tesszük? Hát meg nem kérjük a kivitelezőt. Csak ez fontos. Hát ez természetes, mert ugye van ott egy forgás ott a csillagtér, illetve fülön megy ott a többi utca részen is, tehát most tudom, hogy milyen forgás van, tehát a maga csillagtérnél is kell utána egy olyan, mondjuk az a helyreállítás, amit meg kell tenni. Hát én ezt kifogom ki, mert ezt fogom tőlük ki, tehát az a, hogy mondjam, az utolsó számla aláírásának a feltétele lesz. Ezt így szokták csinálni. Én úgy gondolom, hogy szerintem, hogy el kéne gondolkozni nektek is, hogy a pályázatból 70 méterakvárt kell ülnünk arra szakasz. Úgyhogy ezeket már most el kéne kezdeni, hogy nem nézegetni ez a vállalban, amit nem gondolom, hogy hova tudjuk ezt tudni, ki jön ember számolni. Tehát az emberi szerződésre ne kísérelmültetni, de mi már nekünk kell a helyet mondani. Jó, tehát aki már most Ezt akkor most már elkezdhetjük kérdezni, megnézni. Persze, az a lényeg, hogy megmondjuk. Meg gondolom, ez összehetett, hogy az a végén lesz a kutatás. Igen, utána megmondjuk. Jó, ezt a beszámolót így elfogadja a testület, igen, akkor egyhangulóan összönöm a tájékoztatót. 12-es napindított szabályzatok elfogadása. Két szabályzatot küldtem ki a testületnek jóváhagyásra. Egy beszerzési és egy vagyonnyilatkozatbételi szabályzat, ahogy írtam, hogy az ENSZ áprilisban bekérte az összes létező gazdálkodást érintő és integritást érintő szabályzatunkat, és akkor konstatáltuk, hogy a vagyonnyilatkozat ételi szabályzat ilyen után különben volt. Beszerzési szabályzatunk volt ilyenben, az 2016-ban lett elfogadva, de frissítettük, mert azért jobb, hogyha az időnként a gyakorlathoz meg a jogszabályokhoz van igazítva.
A vagyonnyilatkozat tételi szabályzatnál arra hívnám fel külön a figyelmet, hogy valamennyi bizottság külső szakértő tagjára és az, ezeknek a személyeknek a hozzátartozóira is figyelnék a szabályzatot. Köszönöm, hogy a külső bizottsági tagoknak is és a hozzátartozóknak is nyilatkozatot kell tenni. És akkor a beszerzési szabályzathoz kaptam egy módosító javaslatot, hogy az egyszerű beszerzésnek az értékhatárát csökkentsük 500 000-re. Van egy kormányrendelet, ami arról szól, hogy a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzéseknél általában, és az EU-s pályázatoknál is így van, az 1 millió forint az a határ, ami alatt nem kell 3 ajánlatot megkérni. Úgyhogy ha elfogadja a testület ezt a javaslatot, akkor ne 500-ra tegyük azt a határt, hanem akkor tegyük 1 millióra. Tulajdonképpen ez minden pályázatban így szokott lenni. Jó. Van egy kérdés is, amire? Akkor egyezünk ki a kérdést. Jó, akkor ezek a két szavazás van. Akkor az első. Az első akkor a beszerzések. Szabályzatát jól van, hogy ilyen testvérünk. Csak kérdezők. Az egymilliós. Egymilliós értékhatár. Jó, egy hangulat a testvérünk. Második a vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról szóló szabályzat. Egy hangfogó kérdés van, hogy vannak benne ilyen, például, hogy a én felelek, amit nem személyemben, hanem úgy a pénzügybizottság elnöke felel a vagyonnyilatkozatok őrzéséért, de meg a biztonságért. Én valamira nem tudok a jelen helyzet és jelen körülmények között ezért felelősséget vállalni, amikor a hivatalnál van valahol. Erre szeretnék valami megnyugtató átkidaló megoldást. Hát azzal, hogy ön azzal felel, hogy aláírja, hogy átjött meg, mint a bizottság elnöke. Tehát ez így van benne az SMS-ben, hogy a pénzügyi bizottság vizsgálja a vagyonnyilatkozatokat, és tartja nyilván és főzi. Nyilván a bizottság munkaszervezete az a hivatal vezetője a jegyző pedig vagy maga, vagy kijelöl egy összisztviselőt, aki őrzi ezeket a vagyonnyilatkozatokat. Egyébként Pence szerint az oké, de akkor írjunk erről valamit, hogy én átadtam a hivatalnak ekkor, és akkor a hivatal átvállalt. Tehát, hogy ezzel az a baj... Erre van egy köztes megoldás. Gyakorlatilag kell egy kartondoboz. Oké. Be kell, rá kell tenni egy pöcsétet, aláírás, és csak akkor nyílik, amikor... És ez bekerül. Maximálisan Ennél jobban nem tudok most kérdezni. Egész egyszerűen, ha már felelős vagyok érte, akkor valami minimális biztonság legyen benne. Jó, nekem teljesen jó egy cipős doboz, amit akkor ebben a formában... Hát van most szeretett látni nagyságrendet, vagy akkor valami be kell betenni dossziébe, és meg kell zárni. Aha. Jó? Kinyitatja a páncél szekrényt, úgyhogy én nem vagyok ott. Hát ez az. Jó. Igen, tényleg kinyitjuk, mert ott előveszünk a személyi anyagokat is. Tehát a munkaügyi előadó az kinyitja a páncélt, hogyha szükség van. Na, de hát az van, hogy lezárt. Ez így teljesen jó. Ez nagy politik, és akkor... Jó. Jó, köszönöm szépen. Akkor ezzel a kis aprósággal majd kiegészít, akkor így elfogadja a testület. Egyenek, tényes átadámhoz szólt, mert jelentkezett. Nagyon gyorsan ezt nem mutatott senki. Igazából egy igen nem lehet, ilyen egyéni kérdések. Tavaly novemberben a PRK-ban közmeghallgatásra kérdettem a lakásosnak a közösséghez. Szinte elszabta a miniszterelnökének a változtatás, ez a civilek állapotok szó, még a Krisztiánnal beszéltünk is erről. Hogy állt a kérdés? Lehet lesz változtatás, vagy nincs gondolkodott, vagy elfelejtődött, vagy tök működhetett meg?
gyakorlatilag nem feltődött el, hogy gyakorlatilag ez a civilek ház, ez csak ilyen mondott csinált, bocsánat, hogy így mondom, vagy akár ilyen a Surányi Fordi Egyesület ház is. Tehát gyakorlatilag ez az ingatlan, ami az önkormányzat tulajdonában van, ez egy kvázi üdülő ingatlan. Tehát ezt, hogy most milyen nevet adunk még neki, illetve mikor fogunk hivatalosan valamilyen közintézményi elnevezni, ezzel óvatosan bánni, mert abban a pillanatban, hogy közintézményként akarunk hasznosítani, vagy tenni, akkor egy óriási feltételeknek kell megfelelni, amely óriási feltételeknél a felkelsebb érdekel. Hát ugye itt a Surány házat, tehát azt mondtam, hogy Surány közösség. Tehát egy ilyen egyszerűen, tehát nem valami Ezt meg lehet tenni, csak az a lényeg, hogy ne legyen egy közintézményi megnevezés, mert mondom, a pillanatban ugye mindenki tudja, mire jelen. Ja, sorunk egy olyan, hogy esetleg az önkormányzat a honlapján, vagy a következő kisbíróban írjon ki egy névadó pályázatot. Hogy úgy jön a viszont, hogyha ez így van, hogy akár másoknak is befuthatnak, akkor én azért azt javaslom, hogy a szavazás eredményét is figyelembe véve, hogy az Oktatási Kulturális Sportbizottság erre nézze rá még előtte, jó? Mi persze. 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 Tehát az a probléma, hogy az építési hatóságnál pattog a labda. Tehát ugye a Fejkerrel kapcsolatban ugye megnyertünk egy pert, a Fejkert kergetjük, valamilyen módon, hogy az a vagyoni kártérítés majd megtörténjen, amit megítélt a bíróság kérdés, hogy miből és milyen módon. Ennek az épületnek a elbontása, ez valószínűleg az önkormányzatra fog maradni valamikor, ha. De egyelőre több ismeretlens az egyenletünk. És itt csak egy bővített mondat, mert ugye más. Itt is mondta, hogy az Ebegén is ott mentünk át a Diana Jánvégben megnézni. Az Ebegén és Fidős maga között szombat vasárnap és ünnepnap megy, május 31-től szeptember 31-ig. Ott is csak ezeken a napokon megy pont. Nálunk meg ugye semmi, ez csak egy ilyen egyéni pálya, hogy nálunk a felső lőben nem tudtuk át még hétvégésre, de mondom előre. És válaszoljátok, mert lehet, hogy nincs át a szolgáltatóval beszéltünk erről, hogy én ugye kértem, hogy május végén indíts a lejáratot, azt mondta, hogy egyenre a kialakult helyzetben. Még itt is ritkított, tehát nincs a megszokott menetrendszerű járvány, nulla belépett van. Tehát elvégben azt tudom, hogy a minisztérium ír, hogy a közmeghaladás, a gazdasági minisztérium ír majd valamilyen további ilyen működési célú támogatás, csak ez egy borzasztó macera történet. Meglátjuk. Hogy és akkor már csak egy picit parancsak, mint a dolgok a közlapban. Ez a versenyi táblák, ezek nagyon nagy tetszenek nekem. Nagyon sok helyre kimentéve, és én nagy félelmesek, mert világirodalom lennek egy komoly, hogy végigolvastam, de a szegény tanuló első, aki Dezső, aki nagyon sokat fordított németből angolból, mondta ezt a Damaszkuszi utat, ez az egyik szörnyűen átlanat a parton, ebben a kijelentés, és a legrosszabb ez a nincs semmi baj, tehát ez egy negatív sugárzás, tehát ne szennyezzük az anyukat negatívat, ezt mérjük ki, hogy verse, nem verse, ez egy borzalom. Megy az ember a biztosnál, és a nincs semmi, nincs pont, semmi pont baj. De tényleg ez szúgy? Ez katasztrófa. Ez egy hajkú, és egyébként az az igazság, hajkú. Ez egy versforma. Ez egy nagyon népszerű versforma, és Fodor Ákos az egyik legnagyobb magyar
korszakos költő, a 20. századi magyar, 21. századi magyar irodalom egyik legnagyobb magyar költője. Ezek a versek, amik kiírásra kerültek, nem egy embernek az ötlete volt, egy nagyon-nagyon komoly közvéleménykutatás és versajánlás és szavazás előzte meg. Biztos, hogy nem tudsz olyan verset mondani, ami mindenkinek tetszik. Úgy értem, hogy nagyon kivarakodva egy, a legjobb versből is, nagyon kivarakodva egy mondat értelmet. Ha nincs semmi baj, ez egy komplett vers. Ez az egyik leghíresebb hajkúja Fodor Ákosnak. Csak így negatív sugárzott. De pont ez a poém, hogy ez a címe, hogy három negatív szó, miközben pont azt jelenti, hogy nincs semmi baj. Hát ez értelmes. Értem, mondtuk valami, azt te nekedés. De magyar szakos tanárt, mint azért Fodor Ákost értékeljük. Én értékelem, de nem helyettén nem kell. Most várjunk, hogy itt van egy fontos dolog. Nekem a versenyesen is értettem a célzását, de a vers helyesen pont nélkül íródott meg. Úgyhogy én inkább ezt javítanám, hogy nehogy életben aztán meg megkapjuk, hogy ne tegyük meg egy pontot. Fodor Ákossal elég jobban voltam, hogy az összegyére is megbeszélem vele, jó? Mert a vers az pont nélkül van, és akkor, akkor valóban teljesen az nincs elválasztva, hogy... Jó, de ez akkor csak együtt köszönöm szépen. Jó, oké. Okay. Az irodalom az nagyon szubjektív dolog, ezt be kell látnunk. És nyilván nem csak az aranyomokban lakom, és nem azért meg ott lakom, hanem ott egy kisgyerekes család előtt van egy hatalmas hó, mint ahogy tudom, több utcában is, de nekik befolyik a lámosra lassan, mert a házokat nem azt várom, hogy éppen ez megvegye oda. Ez is Tartács Józsefnek kell írni, mit ők megírja, tehát milyenek a egyeztetett időpontot is kérdezik. De hogy ilyenkor kiknek, igen, általában ez látom, hogy ki az anyagi felelősség, tehát nyilván hozzájárul az utca is, mert én nem vagyok a híves, tudtam, hogy egyrészt az önkormányzat milyen helyzetben van, de hogy az önkormányzat tudja-e támogatni valamiben, mondjuk ennek a kis szakasznak, mondjuk, hogy akár egy kis hatát felöltését ennek a... Ezt hiszem, hogy pont ezt mondta a Tapancsi Józsefnek a költő, és akkor még jobban be fogod költeni. És hogy van álló kis álló? Az meg ugye a kis álkot lehet, csak onnantól kezdve. Ugye, most hagyd mondjak már egy visszanyag a fagyi, ha megcsinálok egy ilyet, akkor onnantól valaki velem megy, abban a pillanatban az lesz a történet, hogy nem megfelelően, nem engedélyek mellett készül valami. Tehát itt egy köztes történet volt az, amikor földi medium megküldte ezt az e-mailt a hölgy, és volt ez a nagyon nagy esőzés, akkor azt mondtam a kollégáknak, hogy úgyis egy-két áramból vegyük le a vizet, de nem fogja elviselni ezt a mennyiséget, és akkor mentünk, hogy a pont előttetek van majdnem ez a körülbelül 15 méterre vissza. Tehát gyakorlatilag ott is van egy szívó kapacitása az adszivattyúnak, tehát egy mélység, amit le tudtunk, de ezzel lehetett látni, hogy sokat javított a helyzeten. Biztos, hogy lehetne oda valami kis árkot valamit csinálni, de ha rátöntünk, mindenhol be fog fogni. Tehát kvázi valamit lehet azt mondani, hogy ahogy emeld az utat, annál jobban megy be a terket felé. Tehát és a dolgozati viszonyok nem egy kiszámítható dolog itt a sürelmi részen. Én bízom abban, hogy ekkor esőzés, mint a következő időszakban csak nem lesz. Mert ahogy meg, ha megnézitek, pillanatokon belül elszívta a homok. Az esővizet, illetve most azt mondom, hogy még a vízelvezető árkok is, vagy a szikasztok is azért visszanak úgy, ahogy befogadták, és a Narcisz egész jó volt járható meg a Göt-sziget is. Most pont a kérdésem tud arra irányult, tehát ez egy De ez nem egy polgói járkok, ugye már be, hogy nincs itt most ott, és tényleg ott volt a házok már. Majdnem azt mondom, hogy nekik kemény és gátat oda csinálni, nem fog tudni jobbat mondani. Tehát ez lehet, hogy egy összehozhat, de gyerni lehet, hogy jobbat tud. Már. Ami előtt mondott, hogy 22 milliós jót, és akkor hát nem tudom mondani, de a végére a Kőváry Ferenc felhívott, és állítólag a napokban már nevetik a villanyt arról a kontinerről, ami a Bonklában, és
azt követően átkerül a konténer a volt Leiger ház rezidenciához. Hogy? Rezidenciához. Tehát sikerül onnan foglalni oda a szétvásárokat. Hogy ez mikor történik, hogy arra nem lehet érkezni, mert körülbelül Miklóssal egy éve, előtte három hetet hívogatunk, amikor mindig volt egy kandidátum, most ő hívott föl, hogy már van villanyszerről leköti, és akkor a morgai át fogja rakni, úgyhogy reméljük, hogy mire elindul a melegnyára vira, hogy ott elkerül. Hát a régi kunát mellégett meg egy a padésra. Igen, oda van a Oké. Dénes, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ezt elmondhattam. Akkor egyenekbe mennénk tovább. Ugye volt a bizottsági ülésen két dolog, volt az egyik a szakorvosi rendelőintézetnek, az EFI irodának a kérdezése, és annak azzal való szerződéskötés, ami 125 ezer forintos szárfogyatási költségnek a bevállalása. Ezzel kapcsolatban kérnék egy testületi támogatást, hogy ez az a szerződés megköthető, és szeptember 16-ától 36 hónapig, akkor a Szentendrei Szakorvosi Rendelő ezen kihelyezett tagozata itt van. Aki egyetért vele, akkor egyhangulag a testület ezt elfogadta, ezt köszönöm. Volt a másik, hogy a PIK, vagy mondjuk úgy, hogy tankerületi szerződés a PLK 4 tanterem, illetve nagy tornaterem használatával kapcsolatos bérleti díj szerződésének a megkötése, amely július 1-től történne. Tehát ehhez szintén tárgyalt a bizottság, ehhez kérem a testületnek is a támogatását, aki egyetért vele. Köszönöm szépen. Illetve érkezett a dr. Szilágyi Gábor képviselőtársunktól egy előterjesztés. El akarod mondani, elmondod, Gábor? Hát, elmondhatom. Mondhatom? Természetesen. Hát, hogy vajutnak, ha te mondod. Szóval lenne lehetőség település társítási programra, egy 500 millió keret áll rendelkezésre az Agrárminisztériumban, és hát arra gondoltuk, hogy esetleg ezt a település igénybe vehetnénk, ugye valószínűleg 30 fát tudnak pályázni, és ugye ezt összeköthetnénk, ugye az elmúlt időszakban sok fejlesztés volt a településen, ugye látszom, hogy a Völgyszigeti úton ugye az áraképítés kapcsán sok fa eltávolításra került, részben esetleg pótolható lenne. Tehát igazából talán ez indokolná a legjobb választot. És akkor talán meg is fogalmaztunk, mert a Nácisz Völgyszigeti úton akár kaphatnának ezek a fák helyet. Ez lenne, hogy akkor ezzel a pályázatban induljunk el, ezt a testület megszavazza el. Én támogatom. Aki támogatja, akkor ezt egyhangolom a testület. Ez melyiknek a kertjében? Én ma kaptam egyet, nem tudom melyik, és ez beteg, pontban néztem. Jósan volt a weboldalai, vagy a keret elfogyott. Nem, nem tudom, hogy ezzel így egyetértünk, nem tudom. Én annyit szeretném még, hogy én ezt, amikor ezt kiírtam, akkor én ránéztem a pályázati felületre, és itt ugye fa típusokat is meg kell jelölni, a fajtákat, meg hogy melyik időszakban szeretnénk a szállítást, tehát hogy lehet az idei őszire kérni, lehet, hogy azt tettem egyébként, és akkor lehet a jövő tavaszi is. Az őszi. Tehát ott volt felsorolva legalább 20 a fajta. Csak az a kérdés, hogy amit aki megjutja a pályázatot, az döntsön egymaga, vagy kapunk.
Ha ennyire fontos, akkor most, ha arra várunk, hogy a Környezetvédelmi Bizottság ezt napirendre tűzze, megtartsa az ülését és döntést hoznak, akkor tudni, hogy még az 5 év múlva esedékes határidőről is le fogunk készülni. Jó, ez egyébként teljesen jogos, az a baj, hogy szerintem ez az a pályázat, amiről 7 hónappal ezelőtt írtunk körülbelül, csak igen, minden nem volt estületünk, és nagyjából azt a választ kaptuk, hogy... Egyetemben még akkor 3 olyan dolog, ami ugye benyújtottunk 3 pályázatot, ugye ez itt a lesz, 3 lesz. Tehát van a eszköz, a traktor, ami a fűkaszálásra, meg egyebekre szolgál, akkor a... A Vodajáncótér. És a Göd-szigeti. Végül is a járdát is benyújtottunk, de a járdánál olyan jelkotást küldtek, meg ugye itt kellett volna emelőt is hozzátenni, hogy ezt vissza, azt visszamondjuk. Mert azt mondtuk, hogy ezt nem is tudnánk teljesen. Illetve lesz ennek egy másik kiírása. Tehát minden pályázat általában 2-3-szor megjelenik, ezért úgy döntöttünk, hogy maga az keretösszeg se túl nagy. Tehát az az 5 millió forint az anyagköltségben mostanában majdnem hogy a nullával egyenlő. Tehát a tervek megkészítések megvannak, már ott meg kellett volna nyújtani a közútkezelői hozzájárást, amivel nem elkezdtünk, azóta megérkezett, tehát a következő pályázatunk már résztervekkel engedélyel tudunk indulni, tehát azt visszavont, hogy érjük. Jó, egyébként még egy bocsánat, megkeresett a terezenekon, szombatnapon. Egy szombati napon, vagy hétfői van egy pályázati lehetőség, egy ilyen népzenei Csóri alapítvány keresztül, egy népzenei pályázat, ahol a Propolcs Megyeren keresztül pályáztunk. 2 nap alatt megírtuk velük a pályázatot. Ez egy 12 millió forintos pályázat volt, egy 1 hetes ilyen népzenei, hát most ezt terkeli alkotótábor szerű csinálban tartalának, nyilván az ő vezetésükkel. Hát megpróbáljuk, meglátjuk. Úgyhogy egy nagyon jó kis program, mert így négy zenekart hívnak, és akkor a 4 zenekarból így csinálnak ilyen vegyes felvágottat, és ez egy nagyon-nagyon jó pofa kis program, mert jó, akkor még egy dolog, hogy a családsegítő szolgálat egy pályázva lett a Erzsébet táborra és a civil házba egy hétig lesz a környékbeli gyerekeknek, tehát kint a Akácos úton, környékben, illetve a nálunk levő rászoruló gyerekeknek lesz egy ilyen ingyenes tábor, ami teljes mértékben támogatott, szintén az itt a itt szolgáló családsegítős kolléganővel rakták össze, most voltam a családsegítőnek a ülésén is, ugye ott be is jelentették, hogy bocsán, gyere, ezt a lehetőséget így megkapta. Ennek a dátumát azt nem tudom, már tudom, hogy... Július 6-ai héten. Július 6-ai héten egy hétig, tehát itt a gyerekeket foglalkoztatja a családsegítő szolgálat, a rászoruló gyerekeket. Mondom, tudom, hogy Dombodály tanított falu, meg többiekből is jönnek, de ez jó kis csapat, hogy tudnak. Hát ezek ilyen kis apró részsikerek, de szerintem ezek nagyon fontosak. A következő héten, 13-ai héten a Neumann Zoltán Zóval, ami részt, ő is egy alkotótábor csinált szintén zenészekkel civilek házában, és szombaton tartanak egy ilyen jótékonyság projekt, nem is jótékonyság, csak egy ilyen előadást a zenei, komoly zenei, és egy jó kis program, ez egy szombat délután, tehát bemutatják, amit az egy hét alatt mondtuk. Az összevarázsoltak. Gábor? Eszembe jutottam.
A Ásfúrca, ugye az a szakasz, ahol éppen elindul az asztal, azt még nem állította helyre a kivitelezőt, tudjátok, hogy van szó. Próbálok vizuális mondani. Ásfúrca a gázat mondjuk. Nem, ami a gáz elmegy, most készül. Nyárfa utca. Nyárfa utca, ott az aszfalt kezdeti szakaszára volt szó, hogy ezt a kivitelező azt elvállítja, mert ugye van benne egy egész buktató az elején, az aszfalt szakasz elején. Igen, csak nem arról beszéltünk, hogy a párhuzamosan, amikor csinálják a melléfosort, mert ne kelljen azért össze az képet kihozni. Ja, valami ilyesmi volt. Csak most így eszembe. A legjobb ilyen, a felmű oldalon, hogy pedig a lassú kertjét, ott valami visszavárás, hogy fogtok. Igen, csak amikor a melléfosort már hozzak, hogy ezt kihozunk, mert ugye te nincs elfelejtve. Jó. Jó, oké. Igen, tehát a kaptuk jelzést is, ugye, ami fontos, hogy a Cinegyors, hogy a külső bizottsági tagot tagságban levő kolléga az lemondott, gyakorlatilag ugye írásban megtette, hogy június 1-én lemondott a tagságáról, jelezte, hogy nagyon fog jönni hozzánk, és ugye az szükséges iratokat azokat elviszi, ez a mai nap folyamán történt meg. Ugye ezzel kapcsolatban ugye Tenióan Kresszisztán polgármester személyében jelölni kell majd a következő pénzügybizottsági tagot. Érkezett egy jelölés a magyarik része, ezt a következő testület ülésen akkor már fogjuk tenni, hogy ezzel akkor készülünk, és akkor tovább lépünk ebben. Akkor az határa rendkívülére is be lehet hozni, nem? Hát, megnézzük, hogy elmegy, és gondolkodom, én azt hittem, hogy mondjuk a Orsolya tovább fog menni, de hát ezek szerint nem olyan napi beszélgetés után semmilyen módon nem válhatta. Jó, úgyhogy igen, ahogy itt testületi ülés van, akkor ezt megtesszük, hogy haladjon a bizottság is. Egyébként valakinek. Én lenne kérdésem a révvel kapcsolatban, hogy hát mi hoztunk arra egy idős hölgyet, aztán vasárnap este lehet ott átjönni a kompon, ugyanis mint kiderül, 6 órát be kell jelenteni, hogyha később szeretne átjönni. Ez így van, mint most már megkérdeztünk. Több év után 6-ig be kell jelenteni, hogyha 7 órát haza jönni. Az utolsó járatról tudtam, mert gyakorlatilag a fél tízes volt az, az ami ilyen gondot jelentett, de a többivel, most én amikor hallok, hogy a kívülök a fél kilences simán jelentett, és akkor is. Ha megjelent. És a bőrben nem tudtam, a macival értem. Annyira jelent sem ment át, tehát nem, és visszafele nem jött. Tehát a kökükig átmentek, mondjuk ez lehet, hogy ez meg lehet. Én megkockázhatom, hogy a fél nem is tudom. Nem, erről volt szó, tehát a maga vírus jelzett, ahogy egy csökkentett járat volt, tehát akkor is mondta, hogy a legelső, a reggeli 5 órási nem ment, mert arra nem volt jelentkező, gyakorlatilag a 6 órásiból volt 9 óráig, ott volt egy szünet, és utána délután volt, akik esetlegesen jöttek, az a ilyen délután este 6 óra. Most beeltőzik, hogy ezt a este 6 a fiúknak a fejében vannak, akkor ő rátkozták. Egyébként, ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy jöttek.